Sziasztok! Ismételtem folytatnám félkarú gyötrődéseimet. Egészen addig, amíg le nem szedik a kezemről a gipszet. Ezt most ne értsétek félre, nem azt jelenti, hogy utána egyáltalán nem fogok videózni. Csak, halljuk be őszintén, srácok, már nagyon várom, hogy lekerüljön a kezemről ez a szar, ugyanis minden bajom van már tőle. Viszket, ámlik a bőröm, meg szerintem már eléggé büdös is van alatta, meg minden. Ezek után már a gyógytornára nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyire fogom tudni most így rögtön használni utána. Köszönöm szépen a jó kívánságokat egyébként, folyamatosan gyógyulok. Meg hát, igyekszek haladni ezzel a játékkal is. Addig a Sekirót most így emellett, amíg viszont még nem nyerem vissza az erőbet a jobb kezembe teljesen, addig hanyagolnám, ugyanis az első pár boss guide-ot, amit még így fölvettem, és ott van azóta is a vágóasztalon. Az még ugye így jó volt, csak hát azóta kipróbáltam magam a játékba, ugye amióta történt ez a kis balesetem, és hát ebbe is egy kicsik egy csapnivalóan szar vagyok. Nem tudom, ott valahogy több mindenre kell figyelni, mint a Dark 1-be, tehát ez alatt a két hét alatt amúgy is remasterezni fogok, addig azért elszüttyögök vele. Ez most nem azért, mert lusta fasz leszek, hanem mert elkezdődött remélhetőleg az utolsó fél évem az egyetemen, aztán be kell járni azért párszor, dolgoznom is kell mellette. És ezt pedig így fogom csinálni. Na igen, ezt pont így akartam. Ezt már nem így akartam. Úgy elkúrtam ezt az animációt, ahogy illik. Nem is rossz. Azért már mégiscsak plusz 10-es az a site, szóval... most már fogunk alkotni bőven. Pláne itt a harmadik culát majd. Úgy emlékszem, hogy itt hárman vannak. Ó, de még hogyan? Púzóval a nagy világ felé. Mi a fasz van velem komolyan? Na. Meg az egész videónak lehet egy kicsikét kapkodva álltam neki. És még életben van. A kurva szádat. Hogy vegyem fel a szarodat. Oly sok szükségem lesz rá. Eme végigjátszás folyamán. Előző részben tudom, még épp csak kijöttünk Blighttownból. Én meg már most vissza is jövök. Ez most egy ilyen nap lesz. Great Hollow esléket igyekszek majd lezúzni. A legegyensúlyozósabb részet, legbénább állapotomban. Sors iróniája. Fasza lesz. Igyekszek te tudni majd minél hamarabb. Aztán akkor jöhet is a Darkroot Garden. Ugye addig, ameddig megbeszéltük. Aztán Undead Asylum, Sands Fortress, San Orlando, Painted World of Ariamis. Többit meg már most nem sorolnám fel egyelőre. Én is épp, hogy csak eddig el tudok számolni, elég lesz ez bőven. Jaj. Én nem fogom végigcsinálni a Tin Man féle Naked Run, de... attól függetlenül azért igyekszek minél gyorsabban leérni majd. Ja, hát mondjuk ez nem is igazán run lenne, mert... várjunk csak. Igazából a... Great Hollow-ba meg Ashlake-be azért még sok a felszedni való cucc, szóval... na, most viszont... itt majd igyekszek minél gyorsabban átrohanni. Itt már, ha jól emlékszem, mindent fölszedtünk. Sőt, nem csak jól emlékszem, mindent fölszedtünk konkrétan. Ha talán egy-egy tárgy elmaradt, még úgy arról is tudom, hogy nagyjából mi lenne az. Arra fele rémlik még ott valami. Ott az egyik sarokban talán egy pyromancy van, ha jól emlékszem, vagy egy soul. Kettő közül valamelyik biztos lehet, hogy itt összekeverem egy kicsikét a dolgokat. Ashlake-be viszont már kapásból megmondom, hogy lesz egy tárgy, amit a büdös életben nem fogok most felszedni, de meg tudom mondani, hogy mi az. Ilyen egy jó guide, nem? Még ha nem is csinálja meg, a strász legalább elmondja. Ám tényleg, van egy eléggé kockázatos rész, ahol most úgy őszintén egy White Titanite chunk van elrejtve, és nekem amiatt nincsen kedvem meghalni négyszer, hogy én azt tényleg bebizonyítsam, hogy az ott egy White Titanite chunk. Az kellőképpen belevésődött a memóriámba, hogy én ott miért haltam meg annó sokszor. Egy lehetetlen szögből összehozott vetődést össze lehet hozni, sőt, talán még vetődni se kell, épp csak így le kell esni. Aztán vagy összejön, vagy nem. Meg hát baziliszkek lesznek itt, szóval azzal jól járunk, hogy a dingiszet nálunk van. Bár, ha ügyesek vagyunk, amúgy se körszölődünk meg. Majd meglátom, hogy akarok-e kockáztatni. Meg hogy van-e nálam Purging Stone, bár...
Miért lenne? Nem vettem. Ja, oké. Akkor marad az, hogy óvatosak leszünk. Megmérgeztetni se akarom magam, azért szarok az egészbe, mert mindjárt Bonfejőrnél vagyunk. És... igen, 26, akkor a dexet most egyelőre fölküldjük 30-ig. Aztán utána egy kicsikét pakolunk a HP-ra meg a staminára. A tunement az egész végigjátszás elejéig bőven jól van, úgy ahogy van. Ezt itt viszont mondjuk, hogy én fölhúzom 10-esre. Kapásból megnézném azt a hülyét, aki itt akar beinvédelni. Fogadjunk, amilyen szerencsém lesz. Tehát azok után, hogy az előző playthrough-on még a Crystal Cave-ben a láthatatlan úton, amelyik még kanyarodik is pontot, támadott be egy Vagrant. Azok után én elmerem hinni, hogy van egy olyan elvetemült állat, aki pont itt akar engem beinvédelni. Kihasználva, hogy sebezhető vagyok. Na de majd meglátjuk. Ez még a jövő zenéje. Komolyan? Ó. Oh. Na. Ilyen kevés hiányzik, akkor reménykedjetek, hogy van nálatok elpattintható szól. Mondjuk úgy ennyi. Sőt, már az is bőven sok volt. Na. És akkor kezdődik a tortúra. Hát... előjáróban már kijelenteném, hogy ez itt tényleg érdekes lesz. Általában itt nagyon frappánsan beleszoktam esni ott abba a lyukba, az meg ugye azonnali halál, tehát... Ó, oh, Clarenti Ring. Hát, megmondom őszintén... Ja, a stamina regeneráció az jó jön. Így mondjuk a maradék statikus 40 poizunkat is elveszítjük, de hát... ha nem találnak el, meg mindenkit leperzünk, akkor ismételten kijelenteném, nincsen gond? Az a baj, hogy túl sok itt a hal. Azért ez már nem egy kezdő playthrough, ahol úgymond úgy végig fogom a kezeteket, hogy ezt itt akkor így kell csinálni, gyerekek. Na, gyerekek, itt így kell kijönni. Beleakadva a textúrába. Nem mondjátok, hogy ott van két kibaszott Crystal Lizard. Na jó. Legyek olyan gyökér, hogy megpróbáljak. Ajajaj. Már is tűntek mi. Na igen, ezt ne csináljátok. Itt nem érdemes kristallizárdokat hajkurászni. Oké, hogy tudom, elsőnek egy ilyen szemorgazmust okoz, hogy egyszerre ott van 2-3, hát úristen, legközelebb a kristál képbe fogok egyszerre ennyit látni. Hát, tényleg. Ez igaz, csak egy. Mi a garancia, hogy eljutsz hozzájuk? Kettő. El is jutsz hozzájuk, addigra nem lesznek ott. Most igazából ugyanazt mondtam el kétszer, de nem baj. Az elején egy kicsit kaotikusan fog itt haladgálni, ugyanis ez itt nálam mindig arról szólt elsőre, hogy leugrok a cuccokért. Mondjuk a Dark Root Gardenben az elején azért elmehettem volna, és a Shivának a láthatatlan ninja haverját leszedhettem volna a Darkwood Grain Ringért, de igazából most megleszünk a nélkül. Az egyetlen, aki majdnem lecsúsztam, talán kicsit fejfájást tud okozni, azok majd az óriás gombák lesznek, bár mondom, ha azok se találnak el, akkor nincs gond. Aha. Sutty. Igen, ott az már zsákutca. Itt viszont van még egy item. Itt leginkább ilyen chunkokat fogunk egyébként találni. Azt, hogy a sima titanite chunkok pontosan hol vannak, nem tudom. Nem is érdekel olyan szempontból tekintve, vagy egy kivételével, amiről már ugye beszéltem, hogy white titanite chunk. Rövidítve White Knight Chunk. Látjátok, egy halovány fing is lesztanol minket. De most, ha itt óvatosabbak akartok lenni, és nem akarjátok megszívni, akkor tudom a figyelmetekbe ajánlani ezt a dingi szettet, ugyanis van Curse Resistje, tehát fölpattintjátok, talán a Basic 30 helyett valami 110-es lesz. Vagy rizikósabb, pattintsatok el pár Humanity-t. És szintén 10-esével nő majd. Hoppá, itt tényleg volt egy kristallizált feljebb. Nem akarok érte elszaladni, csak itt feljebb van egy item is. Baszki, ez megvár tényleg. De jó fej. Lehet keverem valamivel, itt már nincs item. Ez már ugyanaz a fő út, amiről én letértem egy jól sikerült vetédés után. Igen, az volt az. Ott is jártunk.
Ja, igen. Ah. Azt ott hogy is? Á, megvan, 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 megvan. Itt egyenesen végig megyünk, igaz-e? Ja, 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 ja. Pontosan. Ez hogy tudtam amúgy elhagyni? Ja, persze, hát föl akartam venni, csak hát fizikálisan már nem jutottam el odáig, hogy tényleg föl kéne. Jaj. Itt pedig erre a részre visszafele elég szar lesz fölfutni. Itt még a vetődése segít, mint a Blighttown-os fán, tehát ezzel is majd fogok szenvedni egy kicsit. Aki okosabban csinálja, az a Lord Vessel előtt nem is jön le ide. Aztán lemegy, és majd kivarpol. Persze lehet így is, de azért ez egy jóval könnyebb, és sose szerettem azt, hogy a baszott könnyű részt hagyod a játék végére, még ha érted szopatós lemenni odáig akkor is, tehát most van itt egy pár jó loot. Dragon's Covenant is. Covenant. Most mondtam jó angolosan. Megmondom őszintén, mostanában egyre többen posztolnak ki a Dark Souls-os csoportba olyan videókat, hogy megpróbálják ráerőszakolni ezt a magyar fordítást, és megmondom őszintén, félig meddig felfordult tőle a gyomrom, valami egészen káprázatos, hogy néha miket szoktak így összehordani, és azt most nem azt mondom, hogy szarul fordítanak le egy-két dolgot, jól fordítják le, csak olyan baszottul hülyén hangzik, hogy vérzik tőle a szemem. És az agyam is ki akar folyni a két fülemen. Meg bal oldalt. Jó, nem várom el, hogy mindenki tudjon angolul, meg ilyesmi, de gyerekek, a mai világban azért az angol az már egy minimum követelmény. Hogyha mondjuk targoncázol, akkor még talán nem, de azért úgy már lassan nem árt. Infoszférában meg egy csomó helyen meg már a németet is elvárják mellé, azzal meg még nekem is gondjaim vannak. Na igen, majd azért leugrani, az lesz még egy szép mutatvány. Baziliszkek, nem, nem innen fogjuk megkísérelni, csak így most a szemügyre veszem. Na inkább híleljük Maxra. Na várjunk csak egy pillanatot, most sikeresen beakadtam ide. Na, ilyen helyzetben még talán nem kerültem, nem? Innen fogok azért leugrani, mondom. Majd az onnan egyen lentebbi gyökéről, csak innen most akkor hogyan is jutok ki? Így nehezen. Baszki! Ezt nem gondoltam volna, hogy sikerül. Júj. Júj, de fáj a csukló már most. Oké, jó, azt hiszem meg vagyunk. Itt fölfele, itt már nincsen semmi, ha minden igaz. Na és ez most az az esés lesz, ami hát vagy sikerül, vagy nem. Bár már talán tudom a megfelelő szöget, hogy sikerüljön. Apádat köpköd, légy szíves. Köszöntem. A másik két kis szúrtos féreg. Őket amúgy kifejezetten szeretem, és már nem tudom, mi volt a téma, már biztos említettem, szeretek az ilyen fasságokon elrágódni, hogy nem tudom, tudtátok, hogy ez a két kibaszott golyóbb is, hát ez ugrott egy hasast ott a fejükön, az igazából nem az igazi szemük, majd mindjárt leülök még egyet, akkor megmutatom. Bár több nincs is, mondjuk itt a dög, amit leszettünk, szóval. Hát nem tudom, hogy látszik-e, innen talán pont nem fog, de hogyha egy közelebbi képet néztek róluk a neten, akkor azt látjátok, hogy a szájuk fölött van két kis fekete pont, igazából az a szemük. Még a Faxtra Life-os wiki is leírja, hogy ez a két kis labda a fején, ez nem az igazi szemük. Még hogyha annak tűnik is, tudom, hogy nagyon csalóka, de például a Matthew Shazman féle kis animated Dark Souls megnézitek, amikor van a Bad Time Swamp rész, igen, nagyon kreatív nevet sikerült találnia, ott is ott egy picikét négy szeműnek tűnnek ezek a kis cuki békák. Sutty. Elvágtuk az összesnek a torkát, azt hiszem. Ám.
Tehát az, azért, amikor már ez le-stunol minket. Na és itt lesz az ominózus tárgy, amit én engedelmetekkel hagyok is a picsába. Meg is mutatom. Aha. Hogyha ott átnéztek, ott lesz az a bizonyos White Titan Eye Chunk, azt úgy nagyjából megmutatom, hogy hogyan kéne talán levetődni, érte, de onnan... Hol is van az? Hát egy ilyen szarabb helyre nem is sikerül. És valaki ott halt meg. Mert ugye, ha magasabbról leesel, akkor a bloodstained, a vértulcsád az itt lesz feljebb. Tehát akkor a kollégának ezek szerint mégis sikerült, csak akkor valami másba meghalt. Nem tudom, vannak itt érdekes dolgok. Tehát, hogy valahogy innen kéne annak az ágnak a szélére oda így ráesni. Semmiféleképpen dodge meg, jump meg ilyesmi. Csak egy basic esés. Ezt így most elég könnyen fölvázolom, de ezt most én sem tudnám megcsinálni, ezért nem is vesződök vele. Nem sok ilyen lesz a játékban, amit el fogok hagyni, sőt, ezen kívül talán más nem is nagyon. De ezért tényleg nem éri meg, gyereket. Jó, elsőre persze, még azt mondod, hogy hú, hát persze, ki tudja mi van ott, biztos valami értékes, hogyha ilyen szar helyen van. Vagy nem. Na azért ott viszont már mindenképpen megéri majd ráesni arra a kis gombára. Mert azon már, ha jól tudom, egy Titanite chunk van. Ha honnan egyszerűbb ezt. Aztán lehet, hogy nem fog meghalni. Ó, basszátok meg! Igen! Nem. Semmi gond, még van egy esélyem. Ezek a kis hülye gomba emberek már itt szaladgálnak valószínűleg. Megmutatom velük, mit kell csinálni. Nem ezt? Ezt? Ez még hangot se adott ki. A hang lett volna benne a pláne. Na szóval akkor oda. Azt a csánkot nem fogom ott hagyni. Jó, igaz, innen kellett volna, innen egy szombosabb dodzsal. Ja, fasza. Itt viszont most... Nem a kurvás megoldást választjuk és szaladunk majd el az óriás gombák mellett. Hanem a férfiasabbat és leszedjük őket. Nem nehezek ők egyáltalán, csak hát egy olyan kettőnél többet nem szabad rájuk verni, mert ők tényleg egy ütésből képesek átküldeni a más világra. Az meg a plusz poén, hogy van itt lent belőlük, vagy... Nem letesztelni akartam az ütő erejét. Abban nem voltam biztos, hogy most egyet fog-e ütni, vagy kettőt. Ó, három is van. És elég messzire elérnek egyébként, tehát... Igen. Erről van szó. Jaj. Hát ez jó volt. Ezt a dodzsolást ezt most nagyon túl gondoltam, de cserébe most már nem kell foglalkoznom semmivel. Természetesen annak rendje és módja szerint sikerült még egyszer meghalnom, pont azon a remek platformon, amiről az előbb beszéltem. Nagy buzgón észrevettem, hogy elhagytam egy itemet. És hát ugye próbáltam visszafutni egy ennél kisebb részre, csak hát ugye ott beakad a karakter, és mondom, még egy egyszerű bukfencel se lehet áthidalni a problémát, és hát szépen lecsúsztam oldalt. Tehát ez valami mesébe illő volt, gyerekek, ezt nem hiszem, hogy bármiben befolyásolná a végigjátszás tartalmát, hogyha ezt látnátok. Ja, ott van Len. Kapjátok be ti is. Sutty.
Ezt most már felszedem, basszus, nem nyugszok. Látjátok, milyen hülyeségeken lehet meghalni, majd hogy nem. És pont jutottam, ahova akartam. Mondjuk nem feltétlenül így akartam, de örülök, hogy ez ilyen egyszerűen összejött. White Titanite Chunk. Meh. Ha ezt tudom, akkor ezt se veszem föl. Ne értsetek félre, bírom a Divine meg az okkult fegyvereket. Kösz, hogy meghaltál. De most egyik se lenne hasznomra. De úgy konkrétan sem ennyire. Ezek után most más lenne a ciki, ha még meg is körszülődnék. Na, kettőből kétszer rátok erre a platformra esni? Na most nem. Ennyi a trükk, ne ezt az ugrós szart csinálják. És akkor nem leszel gondban. Hát jó, ezt most már véletlenre bízom, úgymond. Ezek után az a ciki, hogyha még csinál egy ilyen hátravetődést is, te meg akkor ugye nagy buzgó mész utána, és beleszaladsz a ködjébe. Vagy aszmájába, vagy fingfelhőjébe, vagy nem tudom miébe. Na, most már egyik kis buzis áll az utunkba. És az összegnek a több mint a felét sikerült visszaszerezni. És hogyha megöljük ezeket a köcsök gombákat, már nagyon túl gondoltam azt a dodzsilás rácokat. Igen, te ott kapd még mindig. Azt nem értem, hogy gondoltam. Önmagában ez az egész rész úgy nekem úgy, nem is tudom, sose volt egy olyan nagy kedvenc, azt szerintem senkinek nem az. Jó, az nyilván egy érdekes dolog tudni, hogy a faszba jutunk le Ashley-be, ugye egy ilyen Arstring keresztül. De azért ó, vigyázni kell azokkal az izmos kis jobbosokkal. Na, és ez az a hang, amiről beszéltem, hogy ám, adnak sok cuccot, de talán amikor duetben nyomják, azért azért vicces őket leszedni. Hát gondolom, mondanom se kell, hogy egy plunge-etek azért nem lenne egy bős dolog. Aha. Ez nagyon low budget, de le is lehet őket stunolni, de erre építeni nem egy bős dolog megint csak. Ó, nem is akartam healelni. Igen. Tudom, tudom, a poise. Vagyis hát a hiánya. Na jó, ez így nagyon életveszélyes lesz, szóval igen, beszoktak így akadni. Ilyenkor ezt persze használjuk ki, amennyire csak lehet. Ilyenkor úgy elgondolkozik az élet értelmén, nem tudja, hogy mit kezdjen magával. Elérne minket, akkor bezzeg velünk, tudná, hogy mit kezdjem. És nem dobnak Golden Pine Resin-t, szomorú. Megint csak együtt is. Igen, ezzel lehet nagyon csúnyán beszopni. Megmondom, arra építeni, hogy ám, hogy most úgyis talán lesz tanulom őket. Nem, 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 nem. Ezek nagyon mocskosak tudnak lenni, higgyetek nekem. Na most igazából leszedtük az összeset. Valaki közben itt healelt is. És igazából egy kisebb közjáték árán el is jutottunk Ashley-be. Ahol vár ránk még egy pár ilyen encounter, egy pár óriás kagyló. Még két humanity-t el kell pattintanom. Itt a zene is csodálatos. És még egy Black Hydra-nk is van egyébként.
Én mondottam, azért erősebb lesz, mint a másik, szóval... Mondjuk én itt is egy kicsit is statikus az egész, de könyörgöm, azért ez egy 2011-es játék mégiscsak. De még mindig... Még az itteni víz se tűnik annyira egyszínűnek, mint a Dark 2-be a Lost Bastille-nak a háttere. Tehát... Az a megoldás nem a szívem csücske volt, így meg belenéztek a háttérbe, és ténylegesen alakzatokat látok kirajzolódni. Nem csak, hogy odaraktak egy képet, aztán ott van fiacskám, nézegesed jobb napjaidon. Szabályosan azt érzem, hogy ténylegesen basszus. Mikor is jött ki a Dark 2? Talán 12-es az a játék. Évvel korábbi és sokkal gyönyörűbb szerintem. Pedig én sem vagyok egy nagy grafika buzi. Na már most a Hydra ellen szerintem ezt a Magic Weapon-t én most töplájolni fogom, ugyanis erre kevesebbet fogunk sebezni, mint a másikra. Ott nagyon OP-k voltunk. Pláne mire ez észrevesz itt minket. Aztán ahogy a jó kis Hydra akármiével. Na. Már pedig ez shoot lesz. Igen. Haha, azt hitted, ekkora cula vagyok, öcsém. Na. Úgy arrébb lökött a feje, mint annak a rendje. Bazd meg. Könyörgöm, már itt vagyok a szádba. Miért akarsz még lőni? Ja, igen, közben ő is mozog, persze. Aha, kettőből lemegy. Hát a faszom kezd ki lenni ezzel most már komolyan. Nagyon béna vagyok most, gyerekek. Nem is értem, hogy minek dodzsolok üresbe is, amikor itt tényleg nem segít annyira. Jaj, nem megy most nekem ez a Hydra. Az... Egyet vágtunk le? Ja, talán egyet csak. Ezt ne így csináljátok, ezt nagyon ne így csináljátok. Jó, közel kell menni, csak hát... Az elején volt jó, amikor konkrétan felém lőtt. Hú, de gyűlölöm ezt így, bazd meg. Komolyan. Na de se baj. Két fejének annyi. Á, igen. Egy running attack és egy heavy az így önmagában nem elég. Ó, hogy bazd meg. Kurva béna vagyok most, geci. Jó, csak mert máskor, ha ilyen közel lövök is, akkor nyomja ezt a lövős fasságot. Ez most nagyon játszik velem ez a Hydra. És nézd meg, geci, elmegy messzire. Persze. Jaj, geci, komolyan. Tudom, egyszerű megoldás, egy shield-el védjetek bele, aztán meg van oldva. Oké, na végre.
Erről van szó. Másik az mennyivel kis közvetlenebb volt. Hát geci, komolyan mondom. Jó, tudom, túl messze vagyok. És azt ráadásul a végén szerintem még nyilazni is kéne. Na. Oké, ez még egy jó 600 damage volt. Szerintem még egy lement, és már csak kettő van. Jó, és akkor azt a fejét hogy érjem el, amikor olyan mélyen beledugja a homokba, hogy nem érje el a kaszának a textúrája. De most nézzétek meg, átütök rajta. Na jó, kész, kész. Ez most kész az a hidra. Ezt inkább összevágom mindjárt egy montázsá így. Annak viszont már csak egy ütés kell. Ez komolyan egy, ez egy montázsként sokkal viccesebb lesz. Vágódj már le az apád faszát. Na és már csak egy van. És nézd meg, geci, úgy kileng, hogy amikor odafutnék, akkor... Jó, oké. Okay. Oké. Okay. És ha minden igaz, akkor ez is a miénk. Gyerekek, belefutottam egy bugba. Ez a fogyatékos még... Hogy várjatok már, ilyet még ezzel a hidrával sose csináltam. A másik, ha leszeded az összes fejét, megdöglik. Ez a paraszt meg még képes fej nélkül is küzdeni? Hát, hogyan? Gyerekek, mondjátok meg, ez egy létező bug, vagy mibe futottam bele? Ez az OMG pillanatok közé felkerül. Hogy a Black Hydra az fej nélkül is küzd tovább. Ennyire, ennyire szopat most minket. Nagy nehezen, sok törődkező bénázására leszettük, és még így se akar meghalni, amikor lényegében már ténylegesen ezer sebből vérzik. Lehet rá ezt mondani nyugodtan. Bőven. De jó, kész, leszettük. Hát ez, ez az egész piece of cake volt, srácok. Piece of cake. És csak azért, mert... Nem is tudom. Már van egy rakat experience mögöttem, attól függetlenül én is bénázhatok. Különösen mondom, most a legjobb kifogáspapír az így nálam van. Meg amúgy igen, ez a hely, ez így... duskál, mármint így a korábbiakhoz képest. Meg hogy az egész végigjátszáshoz képest, hogyha bármilyen hasonlítunk ezzel. A Dragon Scale-ekben, tehát itt egy olyan... A hidrával együtt egy ilyen 7-8 darabot talán össze is lehet szedni. Aminek még pedig az az értelme, hogy a közelben van egy olyan Covenant, ahol ez fizető eszköz. Ezzel tudunk szinteket lépni. Márpedig, hogyha valaki a Dragon Head Stone és a Dragon Torso Stone meg akarja kaparintani, azt a low leveles buildet majd én is meg akarom csinálni mindenféleképpen. Lényegében Dragon Torso Stone-t ellövöd, és nyomod az R1-et, és ilyen menő kis öklösökkel átküldesz a más világra mindenkit. Összekombózod még egy Pyroflame-mel és egy Great Chaos Fireball-lal is, és csodálatos. Arról nem is beszélve, hogy itt a Dragon Torso Stone sokkal jobban néz ki, mint a 3-bat, mert ténylegesen ezeket az elkorcsosult sárkányokat mutatja, itt pedig még sokkal jobban hasonlít az Everlasting Dragon-ökhöz. Szerintem itt sokkal jobban meg volt munkálva. Na de. Igen. Itt is egy Dragon Scale. És...
Igen, ezt szokjatok hozzá, hogy itt értelmesen nem lehet felfutni. Kedves barátaim, a kajtlók, akiktől lehet farmolni Purging Stone-t és Twinkling Titanite-ot már ezen a szakaszon is, de majd a Crystal Cave-be sokkal jobban megéri. Basszátok, ezt így le lehet tanulni. Egy R2 lesz tanulja. Az úgy derék, az úgy nagyon derék. És igazából még... Hú, igen, ez nagyon sebez. Önmagukban ezek a rohadékok nagyon sebeznek. Grebelni is tudnak. Azt meg lehet, hogy keverem valamivel, talán hogyha meggrebelnek és szépen így megrágnak ott a kis koponyáik között, akkor még talán a weapon durability-nk is szar rám egy lényegében, mint amikor a Lost Isolated hernyók leokádnak, de lehet, hogy keverem. Mesküv van egy ilyen emlékem. Pedig a leeséssel dacolva. Csak azért is felszedjük azt a Dragon Scale-t. Az egyetlen dolgunk, amit itt még tehetünk, hogyha a későbbiekben a Siegmeier questline miatt mi ide le akarunk warpolni és nem még egy ránt nyomni, eddig egyik bonfire-hez se lehet a kvélagos óta warpolni. A Stone Dragon nevezetű az, amit itt én most fel akarok deríteni. Ahhoz majd lehet. Továbbá megmutatom, hogyan működik itt ez a covenantos dolog. Illetve visszafele itt ezt majd még megnézzük. Ezt a másik R Street. Itt van elrejtve egy Miracle. Még egy pár ilyen Basilisk és óriás gomba. Azt mondom, hogy őt egyébként ebből a gödörből mindenképpen csaljuk ki, mert én már haltam meg úgy, hogy beleszorultam. És hiába próbáltam ugye kidodzsolni az atakját, látjátok, még neki is nehezére esik kijönni belőle. Hoppá. Ez amíg talán meg tudjuk lepni, így nem mondjuk. Hú, de jó jöttünk ki ebből, geci. Jó, oké. Hó, az is megvan. Semmi Twinkling. Hát ez szomorú, szomorú vagyok. Mondjuk Great Sight-on kívül amúgy sem terveztem mást használni, szóval miért lenne rá szükségem? Van egy ilyen mániám, hogy vágyakozok a lootra, de igazából most úgy tényleg nem értem, hogy minek. Nagyon sokat farmoltam ebbe a játékba, aztán mindig örülök, hogyha droppol valami jót. Akkor is az a rekord, amit még mindig tartok, hogy rögtön a játékban az első Channeler Strident. Tehát az első Channeler dobta nekem a Channeler Stridentet, az ami felejthetetlen volt ténylegesen. Mert annó én is órákon keresztül farmoltam őket, hogy baszki, már csak ez kell a rohadt Night Summer trofihoz. Ugyan már. Na, és itt is van az Everlasting Dragonünk. A Dragon Torso Stone rá egyébként tényleg kurvára hasonlít. Kicsikét ezek a sárkányok még a szőrösebbik kategóriába tartoztak. Nem abba a kis anorexiás csupasz zébe, mint ami a háromba van. Úgy működik itt a történet, hogy... Miben vagyunk egyáltalán? Chaos Servant. Nem ajánlottunk még fő Humanity-t, szóval igazából megmutathatom. Dragon Headstone. A fejünket sárkányát tudjuk változtatni, illetve a Dragon's Eye-ja. Le tudjuk tenni a jelünket lényegében egy ilyen fehér sárkány szemet, és hogyha valaki behív a világába, akkor megy a PvP ütközet. A Dragon Scale-e kérdés, most nem haragítom magamra egyébként őt. Végtelen a HP-ja, ráadásul a türelme is. Tehát nem orról meg ránk, ugyanúgy a Covenant tagjé maradhatunk, lesz a szar minket. Ja, és azt említettem, hogy végtelen a HP-ja. Ugye föl lehet ajánlani a Dragon Scale-eket is. Hát... Végső soron... Ugyan mi másra használnám? Na jó, majd max farmolok eleget valamelyik karakterrel, aztán megcsinálom itt egy ilyen 120-as build-be is azt a Dragon Torso Stone-t. De igazából én itt most ennyit akartam. Megvan a Bonfire, ezt meg se kellett nyitni. Fixen adja a
10 darab flaskát. Szóval majd ide le tudunk varpolni. Most pedig egy dolgunk van még megnézni azt az elmaradt Alstreet, amit említettem. Aztán húzni fölfele a felszínre, a Darkroot Gardenbe. Kereken 6000 szó van nálam. Zsér. Lehet lövök majd el egy-két ilyen... mi a fenét? Szóló fő, mit tudom én mit. De inzertáljátok be azt, amire éppen ti gondoltatok. Akkor a Dex az fixen meglegyen 30, hogy a későbbiekben most egy ideig ne kelljen vele foglalkozni. Az igazi sebzés úgyis akkor fog majd kijönni, hogyha a plusz 15-re fölvittük már a kaszát. De addig meg így bőven jók vagyunk. Csak hogy legyünk már egy kicsit. Hát azt nem ígérem, hogy tankosabbak leszünk, de... életképesebbek, na, ez a helyes szó. Ami jössz rám kiöreg, akkor most magasról leszarlok. Őt meg szintén lesznek baziliszkek, szóval... ezt itt én inkább lenyilazom. Kurva szar helyen van. Majd meglátjátok. Szerencsém van, még a vízbe is beleesik. Ő meg ugye egyébként levitál. Tudom, egy Black Bow Ferris-szel már one shotból meg lett volna, a föl lenne húzva. Köszönöm. Ebből most nem kérek. Jó. Itt pedig egy igen risky jump. Ott fogok bemutatni. Nem elég, hogy a kamera is húz. Itt nagyon óvatosan kell bánnunk a dolgokkal. Ez egy kényes jószág lesz. Na, azaz. Jó. Csak esetleg valaki platizni akar, és még hiányozna neki ez a Miracle. Great Magic Barrier. Gomba? Ah, ott van alattam. Ez ciki lett volna. Tudjátok mit? Azok ott ki is jöttek. Ez lesz a szar minket. Forduljál már vissza, köcsög. Jó. Mind a kettő le is ugrott a halálába, akkor már csak te vagy itt nekem. Ez nagyon riski. Igen, ezt most tudtam, hogy le fogja stunolni. Ugye egy körülbelül 5 ütés elég is. És igazából akkor meg vagyunk ezzel is. Gyors, óvatos kitekintés. Itt is vagyunk a másik oldalán a fának. És húzhatunk is fölfele. Egész pontosan így. Akkor erre, amint kivergődök innen. Tájézzétek meg, baszki. Jaj. Na, most egy elég erősen redundáns jelenet fog következni, ugyanis most föl kell szaladnunk ismételten Undead Parish-ig. Tudom, nagyon gáz Lord Vessel nélkül, nagyon gáz. Nektek mennyire szar egyébként az, hogy játszatok a későbbi részekkel, és úgymond minden a seggünk alá van tolva, hogy el lehet jutni A-ból B-be viszonylag könnyen, itt pedig még futkorásztik el ilyen proli módon. Mit gondoltok erről? Nem tudom, nekem azért úgy olyan... kicsikét olyan nosztalgikus élménnyel tölt el, hogy basszus, itt pezzeg a mi időnkbe, amikor még ez volt az egyetlen Dark Souls, akkor itt még ez volt a módi. Azért úgy jó, jó dolog. Pedig most beszari csicska módra én fogok egyet menteni, ugyanis ha esetleg meghalnék Great Hollow-ban, ezt a hosszú sprintet nincsen kedvem még egyszer végigjönni, tehát ténylegesen, fölöslegesen ne szívassuk már meg magunkat. Mondjuk én is eléggé kockázatosan jártam el, hogy dingészet nélkül jöttem le, azt éppen, hogyha megkörszölnek, akkor most mi lett volna a módi? Rohanhattam volna fel egészen a... vagy Newlondóig, és akkor Ingvard leveszi rólunk az átkot, de az most egyelőre... tehát azért fél HP-n küzdeni a szellemekkel, plusz pont, nem kell a transient körszöket nyomogatni, mert átkozott testtel igazából elérjük őket, tehát akkor már legyen valami hasznunk is.
Tehát az úgy kicsit járhatatlan lett volna. Másik undead perisik föl, venni egy purging stone-t. Azért, hogy aztán legyere és megátkozzanak megint, tehát inkább, hogyha valaki ilyenre vetemedik, akkor vegyen egyszerre kettőt. Jobb biztosra menni akkor már, hogyha... Ha már magadban nem vagy biztos ilyen téren, én azt mondom. Na. Kellemes muzsikának vége is szakadt. Ezekkel viszont így visszafele már nem szándékozok foglalkozni, lényegében megmutattam, hogy ezzel a fegyverrel hogyan kell őket hatékonyan elintézni. Őket backstabelni nem lehet a kicsikkel ellentétben. Ja, hogy már másikat lokkoltam be. Süty. Csak mert amúgy is útba lennének. Az az első miért nem talált el? Iframe-be volt még, vagy... Jézusom, micsoda előkelő kamera helyzet. Vagy pedig nem értem el. Hát igen, az erednek a hitbox az... Mondtam már róla egy pár keresetlen szót. Még nem mondjam, azóta se változott. Na most egy jó kis körz, gyerekek. Kimerjék bevállalni. Szándékosan mindjárt lefújhatom magamat. Igen, te ott még mindig kap be. Elhörögjetők, jön a puci rendet tenni. Igazából ezeket le is üthetném, és akkor lenne plusz egy... Jó, oké, nem így. Plusz egy 2000 szólom, és akkor még nem is kéne ellövöldözgetni semmit. Erről van szó! Jó. Azt tudtam, hogy a 30 az kevés, na de hogy ennyire? Igen. Hú, de rég láttam ezt a felületet. Egész pontosan utoljára talán 2013-ban. Csatlakoztam én is a casualokhoz, akiket megátkoztak. Semmi gond, itt már egy dolgunk van fölfele rohanni. Nem akarom mentegetni magam, hogy ezt azért csináltam, hogy majd lássátok, hogy milyen megkörszölve. Pontosan elmagyaráztam már, hogy akkor fél HP-nk bánja, tehát... Jó. Na jó, tudjátok, mint most már úgy vagyok ezzel a 10.000 szólal is, hogy... Kapja be! Nem érdekel! Csak húzzunk ki innen! Megint egy olyan hülyeségen sikerült lecsúsznom, bassza meg, hogy az már ténylegesen tündérmesébe illő, baszki. Tündérmesébe. Faszomat. De cserében rájöttem arra, ezen már gondolkoztam egy ideje, hogy vajon, hogyha kiveszem a pajzsot így offhandből, akkor tud-e perizni? És az igazság, hogy igen, tehát így legalább most már teljesen hű maradok a kaszás outfitemhez. Az a segít más, hogy egy Sorcerer Staffot, meg egy, amit az egyben még Katalisztnak hívják, azt meg egy Pyroflame-et használok, de azok most igazából itt teljesen transzparensek és nem látszódnak, csak az, hogy én vagyok a kaszás, és nem az, hogy van egy fűmintás pajzs a hátamon, ami még tölti vissza azt a minát. Jó, ezzel elvágom magam egy előnytől, de... Ha már Grim Reaper vagyok, akkor már nézek is ki annak rendesen, bassza meg. Hát csak így félig. Jaj. És igazából... Az a plusz 10.000 szóllal tök jó lett volna, hogy... Ja, baszki, megint itt vagyok tényleg. Jó. Fél órával később majd szólok, hogyha innen sikerült kikecmeregnem. Mármint egy méterrel előrébb. Jaj. Na meg is vagyunk. És az a kibaszottul szánalmas itt, hogy itt másfele tényleg nem lehet kimenni. Tényleg nem. Jó. Hogyha nem mentettél sehol, hanem csak itt fönt. De hát jó, akkor meg... Hát akkor meg később kell szopni, így van. A kurva. Jó, leszarom. Lefosom, lehúgyozom. Ó, oh, kristallizált, hello, shiny, shiny, shiny. Így igazából... Baszki, és tényleg itt egy kristallizált? Hú! Egyen meg. Hát... Azt így nem mondom, hogy ez a tortúra így megérte, de legalább most már egy értelmes címet is tudok majd adni a videónak. Ez jelenformáló volt, gyerekek.
Az a tanulsága ennek, hogy itt mindenki meg tudja szivatni magát. Igazából. Mi a tanulság? Ne legyetek faszok, ne bízzátok el magatokat. Dingiset, az kész. Vagy Humanity. Úgy voltam vele, hogy úgyse kapnak el. De innentől kezdve viszont már... gyerekjáték az egész. Ténylegesen. Tekintve, hogy ez viszont már egy full bejáratott út van lesz, azt nem normál tempóba fogom nyomni. Ezért mégiscsak Grim Reaper-esebb, nem, hogy puszta kézzel hárítjuk el a faszba, nem egy pajzsal. Meg amúgy ugyanúgy a Medium Shield animációt tolja, tehát tökéletes. Viszont megvan, miért nem jött össze múltkor itt a Perry. Nem az, hogy magaslati pozícióba álltam, hanem egy kicsikét túl messze került, és van amikor pont jó távban vagyok egy Perry után a riposzhoz. Én mindig úgy mondom, hogy a Perry nem jött össze, na mindegy. Az a lényeg, hogy most már viszont célba értünk, lassan. Innentől kezdve már tényleg nagyon gáz lenne leesni, vagy valami egyéb ilyen favágó módon meghalni. Szóval most már óvatosan, a zsibbadó bal kéz az változatlanul nem segít a dolgokom. Kit érdekel? Innentől kezdve akkor nem fog plusz pajzsot használni, meg ilyesmi. El lesz kerülve a kísértés, hogy bármibe is belevédjek. De amint megvan a Darkwood Grain Ring, még a dodge-olás is sokkal könnyebben fog menni, és itt most nincsen semmi, jó? Jártam már annó úgy is, hogy beleestem itt a liftaknába, és... hú, az nagyon cink volt, akkor nagyon sok szó veszett oda. Ilyen... több százezeres nagyságrendben kell gondolkodni. Ez még az egyik ilyen New Game 2-3 pluszos kezdőhibának mondható. Ez még szintén ilyen 13 körül történt. Mert 13 júniusában már emlékszem, az a dátum még így berögzült a memóriámba Xboxon, akkor már megvolt a platina, vagyis hát ott nem platinának nevezik, ott igazából nincs rá exakt megnevezés. De ja, nem vagyok egy mai gyerek ebbe a világban, mondhatjuk azt is. Na de hogy ne legyen nektek totál dögunalom ez a rész. Remélem azért nem lett az. Tudom, van, aki értékeli a bénázást, de nem. Változatlanul, hogyha megnézek egy 2 percet egy VR-os gameplayből, úgy... nem is tudom, hogy hányni menjek el, vagy fosni. De az egyben biztos lett volna például arra is megjegyzés, hogy a Poisons buzis. Azok után, hogy az Infusion buzis, meg a fasz tudja mi buzis. Nem. Az, hogy valaki ilyen szinte produkálja magát, aztán közben meg az asztalra nem tesz a lófasz, se most hurrá végigvitte ő is, hát gratulálok egy manapság, mert herélt majom meg tudja csinálni, geci, tényleg. Tehát... Nem. Nem akarok bántani egy VR font se, de az igényük valahogy valahol a béka segge alatt van ténylegesen, tehát hogy... Vicc kategória az egész. Aki meg segíteni akar, az meg akkor le van tiltva a chatből, hát anyádat akkor. Idióta fasz. Szar életű.
Na de most, hogy ne fél HP-n szopjuk tovább a brét. Ah, meg nem is lövök el szót, tehát nem is fog kelleni. Bár de fog. Egy Purging Stone-t veszünk, aztán Darkroot Garden-be. A cicás Covenant-ba, azaz a Forest Hunter-be mindenféleképpen csatlakoznunk kell, hogy Shiva megjelenjen. És hogy csak a kis ninjáját leszedjük, hogy meglegyen a Darkwood Grain ringünk, de utána megmutatom, hogy mit kell tenni, hogyha továbbra is a Covenant-ba akartok maradni, és hogy így összességében az igen, hogy utánam jöttek. A faszomat? Na, mégiscsak összefarmoltam. Megszerezzük ezt a cuccot. Na tehát, hogy a Covenantok közötti konfliktust így hogyan csillapítsuk. Tehát, hogy van egy meghatározott módja, hogy itt ennél a Oswald of Karimnál léptek ki egy Covenantból, az a standard. Mert hogyha nem így csináljátok, akkor a színnek számít, és most az, hogy a Dark Wraith-eken kívül még a Blade of the Dark Moon-ok is baszogatnak benneteket, az a legkevesebb gond. A plusz hátul ütője annak, hogy Alvináék is ugye, a cicáék nem igazán lesznek. Nem igazán fognak velünk kapcsolatban igazán békésen vélekedni, szóval hogyha esetleg majd kibasszuk náluk a biztosítékot azzal, hogy Shivának a kis kutyáját megöljük, utána majd jöjjünk ide egy kis bűnbocsánatért, hogy lássátok, hogy hogyan működik ez is. Ja igen, ezt használni nem ártana mondjuk. Három Homeward Bone. Ezzel is levők csövesedve. Oké, okay. És itt visszatöltődik a teljes HP. Hú, de rég használtam ezt is. Jaj. Elmegyünk a Darkroot Gardenbe, és legalább az NPC gárdát azt letakarítjuk még. Aztán akkor a kövi részbe onnan folytatjuk tovább, ott letoljuk a maradékot, aztán pedig húzunk vissza a Northern Undead Asylum-ba. Pedig a HP-re nem ártana majd pakolni egy kicsit, Stray Demon miatt. Nem különösebben veszélyes figura, inkább csak szemét. Ugyanazt a két támadást nyomja is. Igazából csak megfelelő szögben kell mögötte helyezkedni, viszont egyszer elkap akkor a szopás, meg ugye az se épp egy kellemes helyzet, hogy alapvetően úgy mész le hozzá, hogy a fél HP-nak annyi, és amikor pont akkor csinálja azt az atakot, hogy így nyújtózik egyet, és nemes egyszerűséggel azzal a katalisztal rád ver egyet, nem ezeket a robbanásokat. Mondjuk ha azzal elkap egy olyan helyzetben, az is halál, mert azokat általában maga elé szokta lőni. Na ezzel éppen, hogy kijöttünk. Tehát az sehogy egy, nem egy kellemes helyzet, de a Titan Enslavért megéri. Azt is hamar le fogjuk tolni a Black Knight-okat is. Meg még mi van ott? Azt hiszem Oscar of Astor, ugye a Crash Shield miatt. Ja, meg ugye a Peculiar Doll, hogy a Painted World of Ariamist egyáltalán meg tudjuk közelíteni. Az meg így midgame során egy kurva jó kis farmolóhelynek számít. Sőt, igazából elég egyszer végigmenni, meg az udvaron azokat a hájas falangszalagzatú hülyéket lefarmolni, és már ott tartasz, hogy 70 ezer soul úgy körülbelül. Nem akarok falságot mondani, de ott ténylegesen nagyon könnyen jön a történet. Igen, majdnem sikerült. Várjunk csak, ezeket lehet azt hiszem backstabelni, vagy keverem valamivel. Mondjuk tekintve, hogy már one hiteljük őket. Oly mindegy. Amit viszont most cseppet se lesz mindegy, az ez. Azért még maradjon benn. Király. És akkor kezdhetjük. Az NPC-knél a fő megközelítés az a Perry lesz.
Mondjuk azért a Knightoknál, hogyha egyszer elbaszom, elég keményeket ránk tudnak sózni, tehát... Kapásból én azt mondom nektek, hogy... ők így álcázzák magukat, azt hiszem a fogringgel... Hát ez mellé ment. Ez is mellé ment. Nem mondod, hogy észrevett a sorcerer is. Igen, erről van szó. Jaj, na gyere barátom, kezdjük csak ezt újra, ezt a beszélgetést. Jó. Ezt egy kicsit elidegeskedtem. Igen, látjátok? Tehát ez a... ez a poise azért náluk. Hát most igazából... ahogy a Darkest Dungeon-ba meg van fogalmazva, a halál kapujába voltam. Halálként ez eléggé... ironikus. Ezt elizgultam. Nehogy közel gyere! Jó. A bátyja lerendezhetjük így is. Ezek viszont már közel se ilyen tankosak. Na de ő! Ő is nagy geci tud lenni, amikor healesz, akkor oda jön és backstabbel egyet. Igen. Igen. Ez ismerős sztori nála, hogy ide jön és az arcodba áll és nem csinál semmit. Az viszont már egy direct hit volt. És innentől kezdve ez már végez is vele. Még van itt valahol egy cleric. Egy barbarian is azt hiszem. Igen, ők még fix spawnok úgymond. Meg még arrébb egy knight. Igazából megkerülhetjük hátul és akkor a barbarian-t letoljuk. Persze, hogy arra szalad. De már tegyet healeni, mert ez is nagyokat oda tud verni. Meg ő szintén tankosabb egy kicsit. Ezt megint túlihegtem egy pöppet. Van egy knight és ugye a... az íjás csajszi. Knight-ot jó lenne backstabelni. Van, hogy egymás seggében vannak. Hát nem igaz, hogy... Hülyébbnél hülyébb helyzetekbe keveredek most konkrétan. Jó, oké. Nem mondok semmit, gyerekek. Én ezt már most befejezem. Én most az egész felvétel alatt úgy éreztem, hogy ez kurvára nem az én estém volt. Szóval... következő részben innen folytatom, akkor... Fú, hát ez kurva béna része sikered a srácok, nagyon kínos. Na mindegy, azért remélem, hogy valamennyire értékelhető volt a content. Úgyhogy legalább a Great Hollow eslék így be lett mutatva. Én voltam a fasz, nem kellett volna belekezdenem ebbe a másik részbe, már így fáradtam, na mindegy. Akkor legközelebb innen folytatom, addig is akkor... mondjátok el, hogy hogyan tetszett, és... sziasztok!